Itt vagyunk a Jászai Mari téren, ahol Szél Bernadett és Hatházi Ákos független országgyűlési képviselők jelentik be új akciójukat. Szerintük ugyanis a kormánynak az új nemzeti konzultációja igazából nemzeti manipuláció, és arra szólítják fel az embereket, hogy ezeket az íveket ne dobják ki, inkább juttassák el hozzájuk tiltakozásképp. Szerintem minden ember arra vágyik, ugye egyébként, főleg egy demokráciában, hogy a cselekvés, az akció meg legyenek szervezve. A Momentum és Hatházi Ákosék arra tesznek kísérletet, hogy valamifajta irányt mutassanak azoknak a választói tömegeknek, akik nem értenek egyet ezzel a konzultációval. Szerintem ők azt gondolják a Fidesz részéről, hogy ha egy ilyen kamu konzultációval megkérdezik az embereket, akkor az emberek úgy érzik, hogy történik valami. Holott semmi más nem történik, mint az, hogy visszaküldenek egy propaganda ívet, és ezzel gyakorlatilag a Fidesz hatalmát biztosítják. Mindannyian nagyon jól tudjuk, hogy a nemzeti konzultációnak a lényege az, közpénzmilliárdokat költsünk el arra, hogy Orbán Viktor felmérje, hogy hány ember küldi vissza ezeket a leveleket, és kik azok, akik Fidesz szavazók. Miért pont a visszaküldés vagy visszavitel mellett döntöttek? Ugye, hogyha mindenki csak otthon kidobja a szelektív, de odavaló, tehát nyilván ez egy szemét és egy hulladék, de hogyha mindenki otthon kirakja, az a morgás. Akkor, hogyha több százezer ember, mert reméljük, hogy több százezren megteszik azt, hogy visszaküldik ezeket az íveket, az viszont már tiltakozás. Igen, csak így ugye megvádolatok lesznek, hogy adatkezelési problémák, ugye általában az ember ráírja a feladónak a címét a borítékra, hogy azzal esetleg visszajelnek, ha pedig a kidobás mellett szólítanak fel, akkor ez ugye nem merülhet fel, mert mindenki kidobja magának, lefotózza maximum. Ez nagyon így van, ahogy te is mondod, ezért mi egy külön szemetes kosarat fogunk minden pult mellett elhelyezni, amibe be lehet majd dobni az adatvédelem szempontjából hátrányos borítékot, és egyébként a benne lévő ívet pedig azt külön fogjuk gyűjteni. És aki postán küldik? Mi a pultnál várjuk ezeket az íveket. De aki postán küldi el, azt is szét kell választani, és ki kell dobni azokat. Ugye azt is mondják, hogy mondták a sajtótájékoztatón, hogy nem valódiak a nemzeti konzultáció kérdés, de most a mostaniban vannak olyanok is, amik a kormánynak a járvány elleni védekezésére kérdeznek rá, azok sem valódi kérdések? Ez egy nagyon érdekes, a mostani konzultáció egy picit más, mint a többi. A kérdések legnagyobb része ugyanarról szól, mint az eddigiek. Amikor kérdez, akkor tulajdonképpen a nyilvánvalóan mindenki számára szimpatikusnak tűnő kérdéseket teszi fel. Itt nem kérdez, hanem tulajdonképpen hirdeti a saját maga lépéseit. Az, hogy legyen internet, lehetne ingyen pénz is, tehát mondhatná azt is, hogy akar-e ingyen pénzt. Ezen a sajtótájékoztatón például nem kérdezték meg, hogy mi lesz az évek sorsa, de hát a mai napig jönnek azok a kiválóbb ötletek, hogy hogyan lehet méltóképpen megemlékezni a 9. nemzeti manipulációról.